kíváncsi voltam arra, hogy mi hangzik el, milyen formában, milyen szervezettség mellett, és összességében azt tudom mondani, hogy ez a rendezvény hozta azt, amit egy professzionális párt egy ilyen rendezvényen mindig hoz. Elsősorban ugye arra voltam kíváncsi, hogy az előadások mennyire koherensek ennek a várakozásnak vagy kívánalomnak, a Dúró Dóra is és a Torockai László is szerintem megfelelt. A Mi Hazánknak szerintem fontos szerepe van a magyar belpolitikai életben. A magyar politikai élet az mindig is megkívánja, hogy legyen egy nemzeti radikális párt. Ezt a pozíciót valakinek be kell tölteni, most a Mi Hazánk mozgalom tölti be. Élveztem a mai előadásokat, hiszen nagyon jó összefoglalta a mai politikát, a helyzeteket, és örülök, hogy láttam egy ilyen széles, új Mi Hazánkos mozgalom. Nem is a mozgalom, hanem hogy az értelmiség összejön, a fiatal, rengeteg fiatal van, hogy valamit keressünk. Igen, mert a legnagyobb problémát én is abban látom, hogy egyszer az Orbán kormánynak vége lesz. Mi lesz utána? Nincs ellenzék, a mai ellenzék az nulla, és nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen a Mi Hazánk lenne az akkori, aki átvezeti ezt a kort, amikor előbb-utóbb, amikor a Fidesz, mert eljön az idő, és hátrányba kerül. A Mi Hazánk azért is fontos számomra, mert, és azért is jöttem el, mert teljesen úgy látom, hogy ez a régi Magyar Igazság és Életpártja folytatása. Ez a párt, aki nem a Jobbik, igen, hanem a régi mi épes értékeket hozta fel. Torockai László, tehát már kis általános iskoláskora óta ismerem, ha elmondhatok egy ilyen élményt, hogy mikor találkoztunk először, Szegeden 1994-ben mondtam egy október 23-ai beszédet, és ott állt az elnök úr. Úgyhogy nekem külön kedves, hogy ez a kicsi, régi, édesapja volt akkor a szegedi elnök, a Torockai Lacinak. Úgyhogy megtiszteltetés volt, és felemelő volt, hogy és drukkolok tovább, és segítek én is a Mi Hazánk mozgalomnak. A mai napon az én 8 éves kislányom, aki 12. gyermekem, születésnapját ünnepli. De most nem vele vagyok, hanem a nemzetemmel, mert azt gondolom, hogy ez az a mozgalom, amely majd gondoskodik arról, hogy ne csak a kislányomnak legyen születésnapja, hanem a nemzetnek is legyen születésnapja. Ehhez pedig az kell, hogy az a drámai történet, ami a magyar anyák méhében játszódik, vagyis az a háború, ami a jövőnk ellen folyik, a magzat életkorukat élő gyermekek ellen, az szűnjön meg. Tehát békepártiak vagyunk, békepárti vagyok, békepárti mozgalmat vezetek, és nem vagyok ugyan a mozgalomnak hivatalosan tagja, de azt gondolom, hogy támogatni kell ezt a kezdeményezést, mert ez a jövő és ez a túlélésünk lehetősége, ez a lehetőség arra, hogy fenntartható legyen a fejlődés, ami arról szól, hogy nem csupán a gépek és a GDP adatai számítanak, nem csak az ipari termelés, hanem az, hogy van-e ember, aki ezt majd élvezi, aki ezt majd működteti. Jelenállás szerint ez a nagy kihívás, hogy lesz-e a jövőben, sőt már ma lesz-e olyan magyar állampolgár, aki ezt az országot működteti. Hiszen nem csak Nyugat-Európában vannak vendégmunkások, hanem Magyarországon is, és a magyar munkások eközben az olcsó külföldi munkaerőnek a következtében gyakorlatilag szinte kiszorulnak a munkaerőpiacról, mert a tőkés érdek az nem az, hogy minél több gyermek, minél több édesanyja legyen, minél több édesapa legyen, hanem az, hogy minél nagyobb legyen a termelés. Tehát termékenység helyett a termelékenységet fetisizálják, ami egy drámai, nagyon sok vérrel járó harc az anyaméheken belül, a termékenységgel szemben, a termékeny férfival szemben és a termékeny nővel szemben. A Mi Hazánk az az én hazám is. Izgalommal vártam, hogy a pártnak a vezetői, tisztségviselői, akiket tisztelek, akik intellektualitása bizonyította azt, hogy méltóak arra, hogy a Mi Hazánkról hazafiként gondolkodjanak.
távlatokban mernek gondolkodni, bátran gondolkodnak, mernek kritikusak is lenni, és éppen ezért érdekes volt, és várakozásaimnak megfelelő volt meghallgatni őket. Örömmel, tapasztalatokkal távozom innét. És a nézetek egybeágnak az én elképzeléseimmel és az én nézeteimmel és az én forgatókönyvemmel. Belső gazdasági forgatókönyvemmel és a külpolitikai forgatókönyvemmel. Nagy idők, nagy tanúi lehetünk, merjünk bátrak lenni, merjünk előre tekinteni, és merjünk talán a leghihetetlenebbnek tűnő célokkal is előállni, és ezekért dolgozni. Én az oktatásban dolgozom, a fiatalság talán kicsit misztikusan hangzik, a sátán kezében van, és a fiatalságot ki kell ragadni a sátán kezéből. Hogyan? Hazafiságra, tiszteletre, szeretetre, józanságra neveljük őket, és tudásra. A tudás, ahogy mondták régen, tudás hatalom és fegyver, nem az imperializmus ellen, hanem hazánk érdekében, a jó érdekében, a tisztességért. Tudás nagy hatalom, és ezen dolgozunk mi. Tudást adni a fiatalok kezébe, tudást adni, és erkölcsöt, és tisztességet, és hazafiasságot. Matematikusként és a strukturalizmus értőjeként, tudósaként merem állítani, hogy egy ilyen elképzelt világ, hogy mondják ezt, egy olyan világ, amiben nincsenek nemzetek és nincsenek hazák, hanem valami massza, az emberiség mint olyan, ez nem létezik. Az optimális szerkezet a világban az a nemzetekben való élés, nemzetekben való megélés. A nemzettudat szerint gondolkodni, és a nemzettudatú érdekeket érvényesíteni. A mai rendezvényről rettentően jó benyomásaim vannak, sőt, mint hogy a saját pártunkat látnánk. Tehát ugyanúgy a fő téma a demográfiai katasztrófa, amely Magyarországot fenyegeti. Na most Magyarország több mint 10 milliós országból, most már lassan 8 millió alatti országá válik, erdélyi magyarság, mint elnök úr is mondta, több mint 2 milliós volt 30 éve, most már 1 millió körül van. Bulgária 8 millió fölötti volt a szocializmus végén, most már 6 millió körüli, de úgy, hogy, sőt, alatti bizonyos nem hivatalos források szerint több mint 3 millió bolgár Bulgárián kívül él. Bulgáriának is vannak még ugyanúgy tartalékai, mint Magyarországnak, de látom, hogy ez a téma az egyik legfőbb fókuszpontba eső téma volt. A másik meg tényleg az, hogy hova tovább nemzetközileg. Nagyon üdítő volt látni azt, hogy mielőtt még sor került volna arra, hogy egyetlen szóba kerüljön, nagyon sokan elkezdtek érdeklődni a Mi Hazánk mozgalomnak a nemzetközi kapcsolatai felől, nemzetközi együttműködés felől, amely nélkül ugye tudjuk, hogy nehéz, tehát egyedül is lehet harcolni, de sokkal jobb, hogyha ezt koordináljuk nemzetközileg. Mind a Rákóczi szabadságharc, mind a 48-as, 49-es forradalmi szabadságharc esetén az nagyon nagy baj volt, hogy nem nagyon voltak Magyarországnak támogatói. Most azzal a jó hírra tudok előállni, hogy igazából jelenleg beszélhetünk arról, hogy Magyarországnak a nemzeti forradalmi erői elkezdtek koordinálni más hasonló mozgalmakkal. Tehát igazság szerint mi is elmondhatjuk az újjászületés mozgalom részéről, hogy a legestabilabb szövetségesünk a Magyar Mi Hazánk mozgalom.